focikupával indult a reggeltől estig tartó programsorozat a Naki falunapon. A gasztronómiai tudásukat megvillogtatni készülő baráti társaságok főzőversenyre neveztek be. A bográcsokban rotyogtak a finom ételek, és a fakanalak is szorgalmasan forogtak az ügyes kezekben. A falunap idén is összehozta a kis település lakóit. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az itt élők a lehető legjobban érezzék magukat, és ennek része, hogy minél több közös programot szervezünk számukra. Ennek része volt már családi napunk, azt követően gyereknap, most falunap. Eddig úgy néz ki, hogy nagyon jó a hangulat. Minden korosztály számára igyekeztek programokat szervezni. Focikupával indult a nap reggel 8 órakor, délben elindult a főzőverseny, jöttek sorban, jönnek a fellépők, a gyerekeknek habpartival kedveskedünk, illetve fel van állítva reggeltől egy párakapu, ott is tudnak frissülni. A színpadon helyi és környékbeli csoportok adtak zenés műsorokat, és volt sörívó verseny, valamint zumba is. Már januárban össze szokott ülni ilyenkor az összes civil szervezet, és akkor megbeszéljük, hogy akkor idén milyen programok vannak, és akkor már a februári költségvetésnél eldől, hogy akkor mikor lesz a falunap végleges időpontja, és innen közben már megkezdődik a szervezés. A falunapi programok mellett termelői vásárt rendeztek. Az önkormányzat ingyen biztosította a helyet a portékáikat kiállítóknak. Kaptunk egy meghívást, hogy terméket kóstoltassuk, illetve ismertessük meg az emberekkel, és ezért minél többféle ízben, fajtájú sajtot hoztunk, hogy akkor az emberek megismerkedhessenek vele, mert sokan tartanak például a kecske sajttól, és itt most lehetőség van akkor arra, hogy csak úgy megkóstolják, anélkül, hogy bármi kötelezettséggel járna. Van füstölt sajtunk, illetve különböző fűszeres sajtok, snidlinges, lilahagymás, bazsalikomos, csilis, köményes. Kicsit a bizalmatlanság itt is érződik, hogy mert hogy kecske, de remélem, hogy minél többen megkóstolják, és akkor ezt a rossz berögződést sikerül akkor majd eloszlatni. A termelői vásár a Tolnai 3-as Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség segítségével pályázati támogatással valósult meg. Helyi termékfesztivált próbáltunk erre a falunapra rászervezni. Összefogása az pedig tulajdonképpen ez a Líder Szövetség, ez a Tolnai 3-as összefogott a Tamási Líder Szövetséggel, és elnyertünk egy pályázatot, amelynek keretében azt vállaltuk, hogy a helyi termelőket felkutatjuk, és megpróbáljuk a piacra jutásban segíteni őket. Ez a mai rendezvény vagy fesztivál is ebben segít, de ez csak egy pontja, egy állomása ennek a történetnek. A célunk az, hogy a Magyarországon termelt, illetve azon belül is kis hazánkban, Tolna megyében, és a két hacs területén, helyi Líder hacs területén termelt termékeket jobban megismerjék a magyar emberek, szívesebben egyék azt, amit tényleg itt termelnek, és hát megkedveltessük az egészséges magyar élelmiszereket mindenkivel. Ahogy közeledett az este, a hangulat egyre inkább a tetőfokára hágott. Az emberek ki vannak éhezve, hogy rendezvényre jöhessenek, úgyhogy most már, hogy így este fele van, már egyre jobban jönnek, és szórakozni szeretnének, és mi is szeretnénk szórakozni. A színpadi előadók népszerű és mulatos dallamokkal is megörvendeztették a nagyszámú közönséget. There goes